A szép csendben végre egy gondolat, ami nem bűnöst és vádlottat hirdet, hanem a viszonyok teljes újragondolását, és zéró toleranciát akar a testi és lelki szavakbeli dominanciában. Én csak az utóbbi évek eseményei közben döbbentem rá arra, hogy mennyi ilyet okozhattam például, akár csak egyetlen egy szóval valakinek. Valamilyen a molesztálás intézménye, meg a bántalmazás intézménye az ilyen súlyos tettekre lett vonatkoztatva, miközben ez mennyire icipici, akár pillantásokon múlik. Nincs kultúrája annak, vagy nincs divatban az, hogy átgondoljuk, hogy valaki miért lóg ki a többiek közül. Az ilyen esetek 99%-ban valami nagyon mély kibeszéletlenséget hordoznak, és lehet, hogy ez egy egészen nagy, de az is lehet, hogy egy egészen picike dolog. Nagyon remélem, hogy a szép csendben bátorságot ad majd a fiataloknak ahhoz, hogy megosszák azt, amit éreznek, és ebből a megosztásból olyan kis barátságok, olyan kis szövetségek alakuljanak ki, akik együtt meg tudnak szólítani egy felnőttet, vagy olyat, akinek ez feladata, hogy megoldja ezeket a nehézségeket egy olyan tisztánlátással, amit egyébként ugyancsak ez a film ad.